Gékantó Abigél, ki is Gékantó Abigél? Ő a zene és az összművészet szerelmese. Zenés családból származik, 1972-től 15 évet tanult Hegedűn. Tanára Weininger István, az Operaház koncertmestere, az Újpesti Állami Zeneiskola tanára. 22 éves korától kezdett el aktívan tevékenykedni a művészet területén. Kisebb, nagyobb író, olvasó találkozókat szervezett, irodalmi estéket, amit kiegészítőként mindig zenével színesített. Sikeres szervezései és rendezései voltak. Később nagyobb volumenű, színvonalas, elegáns bálokat, lemezbemutatókat is szervezett. 2011-ben jelent meg az első könyve, melynek témája a pozitív gondolkodás. Ebből a könyvből a Bartók Rádióban Baranyi Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító felolvasott egy fejezetet, és arra bíztatta Abigélt, hogy folytassa tovább az írói tevékenységét. Szintén 2011-ben a Megdermedt Érzéseim című verses füzetével mutatkozott be. Azóta több kulturális szervezése, rendezése volt. Felkérésre, menedzseri, produceri és zenei rendezői feladatokat látott el. Gékantó Abigél, marketing reklám szakember.